Az elmúlt percekben a közlekedés jelenlegi állását ismerhettük meg, az elkövetkező percekben pedig arról beszélünk, mi várható szabadkán. Mindannyiunk számára ismeretes helyzet, hogy pont akkor lassul le, vagy ár le a for forgalom, leg amikor legjobban sietünk. Fordulnánk balra, de a szembejövő forgalom miatt hosszú percekig állunk a kereszteződésben. Mindenki ideges, autósok, kerékpárosok, motorosok egyaránt. Erre jelenthet megoldást az az útépítés, útépítés és széles ami a város egyik legforgalmasabb útszakaszát érinti, a Maxim Gorki utcát. A témával kapcsolatban pedig Horváth Tíme, alpolgármester a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a Pornon televízió nézőinek! Tehát akkor mit is várhatunk itt a Maxim Gorki utcában, Szabadka központjában? mindenek előtt a torlódások problémának a megoldását, hiszen elmondhatom, hogy a szabadkai kormányzat sikeresen pályázott a nagyberuházási igazgatóságnál, és ez a beruházás 73 millió dinárba fog megvalósulni, ami arra fog előirányulni, hogy pont ezt az útkereszteződést, amit az Észda mozi előtt látható, illetve található villanylendőrel ellátva, négy sávon van jelenleg a közlekedés folyamatban, és tudjuk, hogy azok az utasok, sofőrök, akik a Pátria feliről közlekednek, tehát balra forduláskor igen sokat kell várakozni. Igen, ezt itt láthatjuk a, a tervet most a, a, háttérbe. Ennek a megoldás, abban mutatkozik be, hogy még egy útsávot kell kiépíteni, és például arról a feléről, ugye, amely külön a balra forduláskor biztosít egy sávot a sofőröknek, ezzel megkönnyítve azokat a közlekedési baleseteket is, amelyek egyre gyakrabban vannak, illetve ezeket megakadályozva, és megkönnyítve azt a tömegforgalmat, amit általában azokban az órákban szokott kialakulni, amikor az emberek munkára, illetve munkából mennek hazafelé, és a diákok utaztatásakor is. Tehát ugye két balra forduló sávot építenének ki. Meg kell kérdeznem, mivel olvasgattam a különböző fórumokon, hogy van erre hely, tehát fizikailag megvalósítható ez? A tervek azt a részt látják erre megoldásként előre, amely a bal felén található parkoló teret foglalják magukba, ezekből a térségből kellene elsajátítani egy részt, és akkor ezzel összhangban meg tudnánk szélesíteni tenni az eddig sávokat, és ezzel realizálni ezt a projektumot. Mikor lesz ez aktuális, tehát mikor fogják úgymond feltúrni a városközpontot, és ami mindenkit érdekel, milyen hosszú ideig fog ez tartani? Ez természetesen majd a közbeszerzési folyamat lezárása után a kivitelezési munkálatoktól a különböző körülményeket figyelembe véve pontos dátumokat, illetve időintervallumokat nem tudok most mondani. Mindenféleképpen mi nagyon szeretnénk, hogyha ez még az idén realizálódna. Tehát akkor nyilvánvalóan a forgalmat át kell terelni arra az időszakra, a, a alternatív útvonalakra. Természetesen a tervezőirodák, a közlekedési szakemberek erre megoldást fognak találni, hogy a városban ne bénuljon le a forgalom. Tehát mindannyian várjuk majd, hogy megszűnjön ezek a dugók, de hát az építkezés idejére más megoldást kell találnunk. Térjünk át olyan fejlesztésekre, amik az oktatást érintik, vagyis az oktatási intézményeket. Az elmúlt héten a Majsai úti általános iskolába új gázkazánt adtak át. Lesz folytatása? illetve pontosítanák, gázkazán beszerzésére sikeresen pályázott a mai úti iskola, 3 millió dinár értékben a tartományi energetikai titkárságnál, Szabadka Város önkormányzat 1 millió dinárban fedezte az iskolára eső önrészt, ez a projektum meg fog valósulni, a közbeszerzési folyamat jelenleg nyitva van, amikor lezárul a közbeszerzési folyamat, természetesen a kivitelező kiválasztásával egy új gázkozán kap otthont ebben az iskolában. Nagyon fontos elmondani, hogy az előtt levő gázkozán 2000-ben lett beszerezve, ami azt jelenti, hogy a 20 évet működött, és tényleg olyan állapotban van, ezt a terepen is láttuk, hogy már veszélyeztetni, ha most nem is, de az idejében a fűtést. Más iskolákban is terveznek ilyen befektetéseket? Más iskolákban, ugye szükség szerint pályáznak az intézmények nyilászárukra, tető tetőcserére. Nagyon fontos, hogy minden oktatási intézménynek legyen érvényes tervdokumentációja, terv amely alapján tud pályázni akár a tartományi oktatási minisztériumnál, vagy különböző titkárságoknál és amit nagyon szeretnék elmondani, hogy bátorítanák mindenkit, hogy pályázon, jelez az önkormányzat részére, hiszen a szabadkai költségvetésben az önrész fedezésére volt 10 millió dinár lett elkülönítve. A stadion közvállalat hamarosan majd megnyitja a különböző helyiségeket, ahova a pihenni tudnak menni az emberek, lassan, de jön a nyár, itt is fejlesztést fognak megvalósítani. A stadion közvállalati sikeresen pályázott tavalyi év végén a tartomány energetikai titkárságnál, és szoláris panelok beszerelésére fordítaná ezeket a fejlesztési pénzeszközöket. Itt körülbelül 5 millió dináros beruházásról tudunk beszélni. A Tartományi energetikai titkárság ezt 2,5 millió dinárral támogatta, és a szabadkai költségvetésből 2,4 millió dinárt különítünk el, hogy a beruházás teljes mértékben megvalósuljon a szanitáris vízmelegítésre fog szolgálni. Lesz? a medencébe szanitáris vízmelegítésére. És uh, utolsó témánk, holnap uh, a Szabadkai Városi Képviselőtestület összeül, hát ízelítőként, mik a legfontosabb témák, legfontosabb napi rendi pontok? a holnapi városi képviselőtestület ülésének legtöbb napi rendi pontját a közvállalatok rendes éves működési programjának az elfogadása fogja képezni, és amikor a közvállalatokról beszélek, természetesen még meg kell említeni az intézmények rendes éves működési programjait is, ami nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési program is napirenden fog szerepelni, hiszen mi nap kaptunk jóváhagyást a mezőgazdasági minisztériumtól, és az a mezőgazdasági termelők számára fontos, mert több körben tudnak majd pályázni a tavaszi vetés előtt forgó eszközökre, kamatláb részének a törlesztésére, amelyet az önkormányzat fog fedezni, illetve különböző falusi rendezvényekre, amelyeket a mezőgazdasági társulások rendeznek. Személy javaslatok lesznek még kinevezésen több intézmény megbízott, illetve rendes mandátumban igazgatókat fogunk kinevezni. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget!